A kegyelmi botrány után egy másik történelmi egyház botrányától hangos napok óta a sajtó. Bese Gergő katolikus plébánost felfüggesztették papi szolgálata alól, miután kiderült, homoszexuális partikon vehetett részt. Híradónknak egy névtelenséget kérő egyházjogász azt mondta, a felfüggesztéssel nem zárult le az ügy. Az egyház alaposan ki fogja vizsgálni, vannak-e más egyházi érintettjei az ügynek. Közben Gyurcsány Ferenc Bese Gergő esete kapcsán élesen kritizálta Magyar Pétert, aki nem késlekedett a válasszal. Súlyos ügy foglalkoztatja a katolikus egyházat és a hazai közéletet. A Válasz Online írta meg, hogy a katolikus egyház egyik, a közéletből is ismert plébánosa, Bese Gergő homoszexuális partikra járt, és intim kapcsolatba keveredett más férfiakkal. Bese Gergő az a pap, aki korábban az egyik legerőteljesebben szólalt fel a homoszexualitás és az LMBTQ közösség ellen. Neve onnan is ismerős lehet, hogy ő volt az, aki megáldotta Orbán Viktor irodáját a Karmelitában. Az események napvilágra kerülése óta felfüggesztett pap a hétvégén a TikTokon keresztül üzent. Fáj a szívem, mert nagyon sok embert az elmúlt napok zűrzavara megbántással, fájdalommal ért. Szeretnék őtőlük és mindenkitől bocsánatot kérni, ha bármivel is megbotránkoztattam, vagy bármivel is megbántottam őket. Bese Gergő a 777 blognak pedig arról írt, rászedték őt, kihasználták naivitását. Azt nem árulta el, hogy rászedésből hogyan kerülhet bárki egy homoszexuális összejövetelre. Híradónk megkérdezte a kalocsai kecskeméti főegyházmegye érsekétől, hogy ha már régebben is tudtak az ügyről, akkor miért nem függesztették fel korábban. Arra is kíváncsiak voltunk, tudják-e, hogy kik szedték rá Bese Gergőt arra, hogy homoszexuális viszonyokba keveredjen. Bábel Balázs érsek a közleményében azt írta, egyetlen médiumnak sem kíván nyilatkozni, és hozzátette, hogy a felfüggesztés a legsúlyosabb kiszabható büntetés, amely kifejezi, hogy súlyosan elítélik Bese Gergő cselekedeteit. Egy valakiktől nem kér bocsánatot, a sorstársaitól, akik ellenő gyűlöletet keltett, tehát az LMBTQ mozgalom tagjaitól, vagy hát egyáltalán a szexuális és nemi irányultságú kisebbségektől, tőlük kellene, és egyben saját magától is bocsánatot kérnie. A hitoktató szerint Bese Gergő valószínűleg gyűlölte saját magában a homoszexuális hajlamait. A katolikus egyetemi tanár szerint a lelki pásztoroknak ki kell állniuk az egyház tanítása mellett, de a hatalommal való összefonódás nem elfogadható. De az, hogy pártok mellett valaki járjon, hogy a párt kampányal teljesen egy azonosulva, akár a gyűlöletig menően az ellenfelet, hát hogy mondjam, szidalmazza vagy bírálja, mindezt leöntve egy ilyen ájtatos mázzal, hát ez biztos, hogy megengedhetetlen, és mondom, itt van azért főpásztori felelősség is. Csóka András katolikus idegsebész azt mondta híradónknak, Bese Gergő bűnt követett el, de mindenkinek azt tanácsolja, ne ítéljünk, hogy ne ítéltessünk. Számtalan rosszabb dolog, például vannak olyan fideszes megmondó emberek, akikből olyan gyűlölet árad, hogy az százszor rosszabb, mint amit a Gergő atya csinált. Híradónk egy egyházjogásztól megtudta, hogy most egy belső kivizsgálás következik, amely azt célozza, hogy kiderüljön, vannak-e további egyházi érintettjei az ügynek, illetve történt-e bűncselekmény. Amennyiben igen, az egyházjog előírja, hogy feljelentést tegyenek a rendőrségen. Felfüggesztésével Bese Gergő tagja maradt az egyháznak, de nem szolgáltathat ki szentségeket, és azok felvétele is tiltott számára. Közben politikusok is megszólaltak az ügyben. Gyurcsány Ferenc Néma Leventének titulálta Magyar Pétert, mert azt szerinte fájóan hallgat Bese Gergő ügyéről, aminek lehetséges oka, hogy egyetért a NER-rel. Magyar Péter pedig azt írta, szerinte a Bese ügy egy újabb kormányzati gumicsont, amellyel a nem működő államról és az ipari szintű lopásról akarják elterelni a figyelmet.